Sziasztok! És üdvözöllek titeket a következő vlog videóban, ahol miről lesz szó? A hajamról. Haha! Igen, a komment szekció csak erről szól, semmi másról, csak is arról, hogy Gergő, mi van a hajaddal? Mi történt a hajaddal, úristen? De tényleg, felteszek egy videót, ugye 2 vagy 3 videó volt azóta, hogy már le van vágva, hétfőn lett levágva, igen, és a komment szekció felrobbant, és több száz komment van arról, több százan írtok nekem, több százan kommenteltek nekem, hogy Gergő, mi történt az ikonikus hajaddal? Mert ugye engem ti úgy ismertetek meg, hogy hosszú cofba lévő haj, ugye amikor első videóm volt, ha jól emlékszem, az együnk első része, akkor még csak kicsike cofom volt, aztán egyre nagyobb, aztán a végén már vissza volt fogva, és aztán már a végén már vissza volt fogva egy ilyen konyba, mondjuk így, és már hosszú kiálló része is volt. Ugye mindig azt kértitek tőlem, hogy engedjem ki a hajamat, nyugodjatok meg, ez már egyszer megtörtént egy élőadásba, majd belinkelem valahova, de itt egy kép, ilyen hosszú volt a hajam, amikor le lett vágva a hétfőn. Most próbálok mosolyogni, de rettenetesen szomorú vagyok, srácok, és ez a videó erről fog szólni. Tehát esetleg, aki kíváncsi arra, hogy mi történt, az most maradjon velem végig a videóba. És itt leszögezem az elején, hogy miről lesz szó. Először is elmesélem, hogy mi történt a hajammal, aztán pedig mutogatok sok érdekes képet, hogy hogyan is neveztettem meg a hajamat, és hogy lett ez a haj, meg hogy lett az előző hajam, stb. Stb. Tehát akkor, ahogy most láttátok, a hajam a vállam alá ért, kicsivel a vállam alatt volt a hajam. Ugye ez elég hosszú, mondhatjuk, és nagyon sokan meg is szóltak az elején, hogy egy fiúnak nincsen hosszú haja. Hát, de van. Nagyon sok fiúnak van hosszú haja, és fogalmam sincs, hogy mi ezzel a gond. Aki úgy gondolja, az nem tudom, mert most mondtam volna, hogy századokkal le van maradva, de szerintem régen is elég sok férfinak volt hosszú haja. Nincsen semmi gond azzal, hogy egy fiúnak hosszú haja van, és azzal sincs, hogy festve van. Attól senkinek semmi baja nincsen, csak esetleg szeretne a szokványostól kicsit eltérni, de ezt hagyjuk, aki úgy gondolja, hogy a fiúknak csak rövid, ekkora haja lehet, és csak olyan színű, amilyen, az most kapcsolja ki a videót, mert ez nem fog neki tetszeni. Na, de hagyjuk is a negativitást, és jöjjön is a történet. Tehát, mi történt a hajammal? Letört. Ennyi, vége is a videónak. Megkönnyeztem. Megkönnyeztem a történetet sajnos. 2 évig neveztettem a hajamat. 1,5, mondjuk, de inkább 2 évet nézzünk. És aztán sajnos le kellett vágatnom, mert hát a hajfestés ártalmas. Főleg akkor, hogyha nem foglalkozol vele, és nem is törődsz a hajaddal. Tehát elmondom röviden, hogy mi történt, aztán képekbe végighaladunk. Ugye én egy pár hónappal ezelőtt kitaláltam, hogy nekem fehér haj kell. És hát ez elsőre nem sikerült. Se másodszorra, se harmadszorra, se negyedszerre. Nem volt olyan színű, amilyet én akartam, és ugye oké, hogy a mai anyagokkal már a szőkítés annyira nem káros. Káros. Én nem hiszek abba, hogy van olyan anyag, ami egyáltalán nem károsítja a hajat szőkítésnél, de már nem annyira káros, mint régen, tehát simán lehet nyugodtan, konstansan, folyamatosan, hosszú távon szőkíteni a hajat, de nem egymás után 3 nap először is, főleg nem úgy ahhoz, hogy fehér legyen a haja valakinek, mint van nekem barnának. Nagyon durván le kell szívni a haját, úgy mondja, leszivatni a haját, tehát ilyen szőkére, ilyen sárgára leginkább, és utána jöhet rá a színező. Tehát így történik az én hajamból, így lesz a barnából fehér, leszőkítik, visszafestik. Tehát, ezt a procedúrát nekem egymás után 3 nap is elvégeztük, és természetesen fodrásznál, és nem jött össze az a szín, amit én szerettem volna, elején sárgás volt, aztán már inkább túl sötét, és hát nem jött össze, de semmi gaj, ezt még a hajam ki is bírta, erről volt is videó, emlékezzetek vissza, aki nem látta, nézze meg, talán mi történt a hajammal című videó volt ez, és hát akkor úgymond rendben is volt a hajam, kicsit elvégnyorodott, de nem volt vele semmi gond. Használtam. Aztán eltelt 4 hét, elmentem megint fodrászhoz befestetni, és hát sajnos a lerövésemet nem sikerült ismételten olyanra visszafesteni, amire én szerettem volna, nem illett össze a hajammal, tehát itt alul, még most is van lenövésem, de ez nekem mondjuk így tetszik is, nem lett olyan színű, mint a hajam teteje, és nagyon eltérő volt, főleg amikor ugye össze volt fogva cofba a hajam, és végig látszott, hogy a lenövésem sárga, utána meg fehér a haja, tehát nem volt jó, ezért befestettük még egyszer. Na hát, ott volt a gond. Ugye amikor belett festve a lenövésem, itt, még most is látszik, kihúzom nektek, itt látjátok? Itt. Ilyen picire letölt a hajam. Na most láttátok a hajam hosszúságát, tehát, meg itt ilyen volt, meg nem csak itt, meg itt, tehát amikor kimostam és így összefogtam a hajamat, ilyen rövid szálak végig kiártak.
Na, itt jött a baj, itt vettem észre, hogy valami nagyon nincs rendben. Ugye azt is el kell mondanom, hogy nagyrészt én is hibás vagyok, mert soha nem ápoltam a hajamat. Tehát én mindig kimostam, és kész. Soha nem használtam kondicionálót, soha nem használtam pakolást, és az, amikor az embernek nincs festett haja, ez nem is annyira szükséges, de amikor festett a haja, akkor igenis kötelező minden hajmosás után legalább kondicionálót használni, de leginkább barzsamokat, pakolásokat kell használni, hogy a haj visszaerősödjön, és mindenféleképpen olajat kéne használni. Na, én erre lusta voltam, hát meg is lett a böltje. Úgyhogy én is hibás vagyok, meg hát nem kellett annyi szert befestetni a hajamat, de úgymond én maximalista vagyok, és legfőképpen mivel videókat készítek, sok videóban volt sárga hajam, és engem nagyon zavart. Írták is többen, meg amikor az utcán találkoztam, mondták, hogy de jó szőke a hajad, mondom, neked nem szőkének kéne, nem sárgának, hanem fehérnek. Csak hát nem sikerült. Na de mindegy, és hát most, amikor nyaralni voltunk Törökországban 2 hétig, szó szerint küzdöttem a hajammal, hogy minden a fürödtünk a tengerbe, stb. És mindig, amikor megszáradt, össze-vissza álltak ki ilyen picike hajak, össze-vissza, tehát kegyetlen rossz volt. Azt szerettem abban a hajban, hogy nem kellett volna semmit csinálni. Kimostam, összefogtam, és viszontlátásra se lak, se zselé, semmi nem kellett hozzá. Na pont ezt veszítettem el, miután kimostam, olajoztam, aztán durván nagyon-nagyon sok zselé kellett, hogy ezek a picike hajak lelapuljanak, meg rettenetes mennyiségű hajlak. Tehát ez így nem mehetett tovább, és hétfőn elmentem a fodrászhoz. És mondták nekem, hogy ezt le kell vágni. És kettő lehetőség van, csináltam ezt, hogy folyamatosan lakkozva, odafigyelve, visszanövesztjük, de hát olyan hosszúra lehetetlen lett volna visszanöveszteni, nagyon sok baj lett volna vele, vagy levágatjuk. Úgyhogy így született meg a döntés, hogy levágatom. Ez lett belőle, amúgy most már kicsit össze-vissza néz ki, mert egész nap kint dolgozom a 30x fokba, rettenetesen melegen van, és furra szétizzadt a magam. Járdát ások és rakok, betonozok, úgyhogy izzasztó egy dolog ez. Úgyhogy most ez így néz ki. Sokan írtátok, hogy nektek tetszik. Hadd mondjam el, nekem is tetszik. Ez most nincsen befestve, ez olyan, amilyen volt 4-7-es lenövéssel, vagy 3-7-es lenövéssel, meg be sincs rendesen színezve, most nem akarok hozzányúlni, most azt akarom, hogy regenerálódjon. Aztán lehet, hogy újra belekezdek ebbe a procedúrába, de hadd mondjam el, azért 1,5-2 év nem szalad el olyan gyorsan. Mármint gyorsan elszalad, csak a hajnövesztésben van egy probléma, amikor már megnő egy nagyságra, onnantól nagyon nehéz vele bánni, mert nem lehet így félredobni, mert folyton visszaesik, zselézni se lehet, mert már nem tartja meg a zselét, de még összefogni se tudom. Na, azt a korcogot utálom, fogok is erről mesélni, úgyhogy a hajfestés, hogyha túlzásra viszed, káros, használj pakolást, használj kondicionálót, ápold a hajadat, használj olajat, hogy nehogy úr járd, mint én, hogy a féltve növesztett kincsedet úgymond le kell vágni. Remélem így azért még megismertek, és ha az utcán fel fogtok ismerni, és nyugodtan odajöztek hozzám, hogy szia Gergő, megismerlek az új hajaddal is, mert tudom, hogy úgymond ikonikus volt ez a haj, így ismertetek meg engem, vagy cofba, hát még ugyanaz a Gergő vagyok, minden ugyanaz, csak sok centi haj hiányzik. Na de most, ugorjunk is át a gépre, mert összegyűjtöttem nektek pár képet arról, hogy hát milyen is volt ez a procedúra, milyen hajaim voltak nekem, mert ugye mondták, hogy úristen, hogy fehér a hajad. Én már voltam szőke, voltam vörös, voltam kék, voltam piros. Szeretem ezeket változtatgatni, mert szerintem jó dolog egyszer-egyszer felfrissíteni az ember kinézetét, mert vicces is. Ugye amikor írjátok nekem, hogy 100 000-ért festősen be a hajamat, valami durvára, az már maga csak a rózsaszín lehet, mert a többi szín már majdnem mondhatni próbáltam, még sárga nem volt, de az annyira nem néz meg zöld. Esetleg, de amikor egyszer a Szeselen voltam nyaralni, ott a tenger kiszívta a kék hajamat zöldre. Úgyhogy az is volt. Úgyhogy találtok ki valami durva szín, még rózsaszín, az még brutális. Ne? Na de szóval ugorjunk a gépre, és nézzünk is meg pár fotót. És elmesélem, hogy is jött ezáltal ez az ötlet. Na, szóval srácok, itt is vagyunk, azt hagyd mondjam el nektek, hogy a képernyő nagysága miatt a képek össze vannak nyomorítva. Úgyhogy a fejem nem néz ki ennyire hülyén, hanem össze van nyomva a kép. Na, ez volt a kezdés, 2 évvel ezelőtt történt ez a kép. Azért fotóztam le a hajam, hogy amikor kiköltöztem Londonba, ott a fodrásznak meg tudjam mutatni, hogy én igazából milyen hajat is szeretnék. Ekkor kezdtem el növeszteni a hajamat, látjátok, éppen költöztem, úgyhogy minden éppen dobozolás alatt volt. Így volt a hajam növesztve, hasonlóan, mint most, csak hosszabb volt. És akkor innen volt az, hogy elkezdtem növeszteni. Itt még rendben is volt, mert ugye ugyanígy bele volt turva, oldalra volt turva, igaz nagyobb volt, és elől kicsit magasabbra volt húzva, de ugye, mint látjátok, oldalt ugyanígy le volt vágva, és hát barna volt.
Ha tovább haladunk, itt már hosszabb. Még egyszer elmondom, bocsánat itt a kép összenyomásáért, de itt látjátok, hogy 2015. október 22-én itt a fodrászom beszárította nekem ilyen magasra, úgymond. Nagyon szerettem ezt a hajat, egyetlen egy baj volt vele, hogy nagyon nehéz volt vele bánni, mert azt tudni kell rólam, hogy én úgy alszok, hogy így össze-vissza, és hát reggel, amikor felkeltem, elég érdekes pozíciókban volt a hajam. Itt szintén fodrász után vagyok, mint ahogy látjátok fent, egy picit, ha jól emlékszem, itt vágattam belőle hátul, ezt meg is bántam. Tehát azért mondtam, hogy nincs két év, amíg neveztettem hajamat, meg egyszer vagy kétszer lett belőle vágva, de szintén ugyanúgy oldalt le lett nyírva, felül meg lett hagyva, és így be lett zselézve, meg szárítva felfele. De itt azért sokkal nagyobb volt a hajam, mint most. Mint ahogy látjátok, itt ez volt vele a legnagyobb problémám, hogy például, úristen, de furcsa néz ki, összenyomva a fejem. Szóval, hogy amikor például leizzadtam, vagy valami, akkor nagyon nehéz volt vele bánni, mert például edzés közben is folyton belelúgott a szemembe. Itt ez éppen suliba készült ez a kép. Itt lett levágatva, mert itt látjátok is sokkal rövidebb is. Tehát itt fent a része sokkal rövidebb, majdnem olyas, mint itt. Csak nincs ennyire lenyalva, meg szerintem egy kicsit, hát azért kicsit nagyobb a hajam, mint most. Hát ez egy éjszakai tanulás, mert ugye egyetemen nekem sokszor van beadandóm, és akkor egész éjszaka tanulok. Ez szerintem egy ilyen egy-két napos fenlét után a fejem. Látjátok, a hajam az így össze-vissza ám, de ilyenkor még barna volt. Na itt pont nem látszik a lényeg, de itt is hasonló hosszúságú, csak így hátra volt dobva igazából, fújta a szél össze-vissza, elég zavaró volt. Szintén fodrász után, nézzétek ma azt a fejet nekem. A fodrászom mindig ott Londonban így szerette így fel, nem tudom, így felszárítani. Amúgy egész jól nézett ki, kicsit furcsa volt, de hát na, ő így szerette. Amúgy jó volt, egy-két napig tartott is, aztán már elkezdett össze-vissza állni. És ez karácsony, december 23-a. Mint látjátok, van a hajamban egy piros csík, sajnos a filter miatt Instagramon nem annyira látszik, de festettem egy piros csíkot bele a hajamba, hát a karácsony, akkor már legyen piros. Úgyhogy nekem már volt elég sok színű a hajam. Ez szintén Londonban van, itt már kijött belőle a piros, és oldalt le van vágva, felül meg van hagyva, ugyanígy össze-vissza megy ezzel. Mondom, az volt a baj, hogy bárhova sétáltam, mentem, lenéztem, és így fityegett lent a hajam, nagyon idegesítő volt, főleg, hogy ilyenkor még ugye nem lehetett összefogni. Itt anyával vagyunk, itt is, ahogy látjátok, már össze-vissza áll a hajam, ez még nem volt olyan hosszú, hogy össze lehessen fogni, de ahhoz már nagy volt, hogy bármit lehessen vele csinálni. Itt is látjátok, edzésnél csak így fel van dobva. Igazából nem volt vele valami, nem valami könnyű vele bánni. Na, itt már nagyon hosszú. Tehát itt már azért elég érdekesen néz ki. Itt mondom nektek a képen, elég torz vagyok, itt oldalt látom magam. De itt már nagyon hosszú volt. Tehát itt már majdnem össze lehetett fogni. Ez is egy éjszakai teázás igazából. És akkor itt már látjátok, rettenetes hosszúságú, úgymond meg dús. Ezt már majdnem össze lehetett fogni, igaz, csak ide. Tehát nem hátra, hanem ide inkább, de már ezt össze lehetett fogni, és előre belekerült ez a csík, úgyhogy február 6-án, 2016. február 6-án kék lett a hajam, de csak elől még először egy csíkba, mint ahogy itt is látjátok, itt is éppen suliba menet, februárban elég hideg volt Londonba, ott van a sulis nyakba akasztom, jaj, de nincs kedvem menni vissza szeptemberben, na mindegy, tehát itt van a kék csík elől a hajamban, már itt tényleg olyan hosszúság, hogy majdnem össze lehet fogni, tehát itt is suliba hazafele jövet, ó, Subway, de megennék egy kis Subway-t. Tehát ott van benne a kék csík a hajamban, mint ahogy látjátok. Itt is látszik. Ez amikor már össze lehetett fogni, nagyon jól nézett ki, mert csak elő volt kék, majd lesz egy olyan kép is, ha jól emlékszem. Itt ez így elég fura, hogy itt kék, aztán nem. De mondom, na. És itt van az első, hát nem is az első összefogott, de itt már amikor összefogottan hordtam. Ti ekkor kezdhetitek el látni a videóimat szerintem, vagy nem tudom, március 30, nem emlékszem. Itt már össze van fogva, és akkor innentől kezdve így hordtam, hát pár poénos képet is csináltam, azért nagyon hiányzik. Na, nagyon nehéz az, hogy ne könnyezzem el magam. És akkor itt jött ismételten egy festés, mint látjátok, elől ki van szőkítve. Itt be van így, nem tudom mit csinálva, itt éppen teázok a hajvágás közben, ez ott Londonban teljesen bevett szokás. És akkor ismét benne volna kék csík a hajamba, amúgy ezt szerettem, jó volt, különleges volt, itt is látjátok, már jó nagy coffom van, de itt még csak olyan coff volt, hogy összefogtam, és akkor picike kis coff. Még nem tudtam visszafogni. Ez a szeselem van, itt kicsit látszik, hogy ilyen kékes-zöld, mert a tenger nagyon kiszívta, és amikor hazajöttem, értem szerint jött megint a festés, mert úgy haza, hogy ide Miskolcra, és lett ez a kék, ez a világos Thunderstone Blue volt ennek a neve. Ez ilyen világos kékes-fehéres volt, ezt nagyon szerettem, ezt sokáig is használtam. Kingával ekkor ismerkedtünk meg, itt éppen drónozok ezt a képet, szerintem Instagramon láttátok, tehát jó rövid oldalt, felül ez a kékes, és itt hátul barna, amúgy nagyon tetszett a kontraszt.
ebbe, hogy elől kék, hátul barna, oldalról szerintem nagyon jól nézett ki. Egyetlen egy volt vele a gond, ugye amikor összefogtam, a barna tincsek így kiugrottak a kékbe. Na, az úgy elég érdekesen nézett ki. Látjátok, itt is van egy kép, amikor éppen öltönybe kötöm be, kapcsolom be az öltönyzakómat. Látjátok, ott a barna részt meg a kéket. Szerintem nagyon-nagyon jól néz ki együtt, vagyis nekem nagyon tetszett. És 2016. augusztus 5-én visszafestettem barnára a hajam, látszik is, és sokkal sötétebb barna a hajam, mert ugye kék volt, és akkor innentől lett kék végig. Ez nagyon szerettem ezt a hajgumit, aztán most már átszoktam a rendes hajgumira, mert húzta a hajam, itt Lilikével egy kép. Itt Kingával biciklis túrán vagyunk, éppen látjátok, már olyan hosszú ott a hajam, hogy már egy ekkora tincs lelóg, de még nem volt annyira hosszú, hogy vissza lehessen fogni. Kingen ott van a egyetemes pulcsim. És hát vissza is jutottunk ide. Tehát értelemszerűen arról a korszakról, amikor elkezdtem befestetni, meg visszafogtam, arról nem csináltam már, arról nem tettem be ide képeket, mert azt ti is láttátok, arról nektek is meséltem. Úgyhogy ez történt, srácok, a hajammal, ez történt az én úgymond ikonikus hajammal, amivel megismertetek, még szintén én vagyok, nagyon sokatoknak tetszik is, azon gondolkodom, hogy visszanövesszem-e vagy nem, de légy szíves, azzal segítsetek nekem kommentbe, hogy írjátok le, hogy nyugi Gergő, így is jó a haja, nagyon-nagyon sokat jelentene nekem, mert látjátok, most is kicsit meg vagyok szeppelve, mert hiányzik. Hiányzik a régi hajam, főleg amikor egy képeket nézegetek róla, ugye így ismerkedtem meg Kingával. Amúgy hagyd mondjam el, Kingának nagyon-nagyon tetszik ez a haj. Mármint az enyém. Így ismerkedtem meg Kingával, így ismertetek meg a legtöbbötök, úgymond így ismert meg engem, úgyhogy srácok, én még szintén ugyanaz a Gergő vagyok, és még szintén ti vagytok a legeslegkirályabbak. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem tudtam nektek segíteni, meg hát kérdeztétek, hogy mi van a hajammal, most elmondtam, úgyhogy legyen további szép napotok, esetleg ha nem láttátok mondjuk ezt a videót itt felettem, akkor kattintsatok a hajam felé, és legyen további szép napotok, és találkozunk holnap. Sziasztok!